Ma is meleg volt. Tegnap is. De ma melegebb van. Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra itt az Animológia, hát nem is csatorná, hanem katlanba szó szerint. Iszonyatosan meleg van, ma ugye kedd van, tehát majdnem 40 fok, és ráadásul a szobában még inkább melegebb van. Az ablakokat is ugye be kellett csuknom, hogy ne szűrődjön be a zaj, úgyhogy konkrétan itt meg lehet sülni, olyan meleg van. Hú, de hát mindegy, ezt leszámítva egyébként minden tök szuper, és egy nagyon friss új animét, egy 2016 tavaszi szezonos animét hoztam el most nektek. De még mielőtt belevágnánk, néhány infóval kezdeném az animológia világából. Tehát először is csak röviden, a Facebookon pénteki határidővel fut egy nyereményjáték, ahol egy mangát tudtok megnyerni még így a kon előtt, úgyhogy érdemes oda ellátogatni. Illetve szintén a Facebook oldalon fut, ahogy említettem a korábbi videómban is, fut egy bejegyzés, ahol ajánlást kérek tőletek animékre, amit kezdő animéseknek, első anime nézőknek ajánlotok, úgyhogy ezt sem hagyjátok figyelmen kívül. Illetve szintén Facebook, az előző videómban hogy és hogyan tudtok animéket nézni magyarul, ott ígértem nektek egy listát, nem halál listát, tehát egy listát azokról a weboldalakról és fordító csapatoknak a weboldaláról, ahol ezeket megtaláljátok. Ez fel is került a Facebook oldal jegyzetei közé, ott megtaláljátok. Többször ki is posztoltam nektek, illetve hát folyamatosan bővül, és folyamatosan várom is tőletek a linkeket ezekről a weboldalakról, fordító csapatokról, úgyhogy akárhol, akármilyen formában osztátok ezt meg velem, velünk az animológia közösségével. No meg persze, amit nem hagyhatok szó nélkül, az az, hogy hétvégén, most hétvégén 16-án és 17-én lesz a nyári Mondókon, ami ugye Európa egyik legnagyobb animés rendezvénye, szóval minden anime fanatikusnak érdemes elmennie rá. Én is ott leszek, úgyhogy ha gondoljátok, gyertek oda hozzám, kérdezzetek, beszélgessünk, és ahogy szoktam mondani, anime fanoskodjunk, úgyhogy találkozunk ott leghamarabb, vagy legkésőbb. Ennyit a hírekről, úgyhogy vágjunk is bele a mai anime kritikánkba, ami a nemrégiben befejeződött misztikus Majo Iga anime. Deva minasan, konna genjutsu! Dai 1回, jinsei yarinaoshi サイバスツアーで合流した若き30人の男女ツアーの目的地は七木村と呼ばれる幻の村我々はこれから行方不明者となり七木村で人生を槍直すことになります今までのしがらみから全て解放され Sokak által talán az egyik legvártabb anime volt a tavaszi szezonból, köztük egyébként az enyém is, tehát amint meghallottam a történetet, láttam a trailert, rögtön úgy voltam vele, hogy ezt mindenképpen meg kell nézni, és szerintem így utólag belegondolva valószínűleg ez azért volt, mert ugye egy korábban még nem tapasztalt, nem ismert történetet mutat be, és történetszálon fut ez az egész, meg persze misztikus és izgalmas, tele horrorral és drámával és pszichológiával és mindenféle thrilleres dolgokkal, úgyhogy tényleg nagyon izgalmas, amit egyébként már a magánatban az előzetesben is tapasztaltunk, illetve hát átszövi ez az egész dolog, az magát az animét is. A történet lényege, hogy elindítottak egy búzt, egy csoportot tele fiatalokkal, akik menekülni akartak az eddigi életüktől, és az elveszett és misztikus Nanaki falujában akarnak új életet kezdeni, mindenkit és mindent hátrahagyva. Lényegében egyébként megfutamodnak az eddigi életüktől, és hátrahagynak mindent. Honkai no tsuar ni sanka sareta minasan wa ikue ni mo protecto no kakatta warera SSD no page o hakken shite kudasatta. Ez az intelligencia rész egyébként. Nekem kicsit sántít, mert hogyha ugye a bemutat, hogy az első részt is már látjátok, és ott ugye mindenki bemutatkozik, meg ugye a későbbiekben is azért eléggé kiütközik, hogy ez az intelligencia rész nagyon-nagyon hibázik, tehát
a későbbiekben is én úgy gondolom, hogy intelligens emberek, akik tényleg rendelkeznek egy bizonyos IQ-val, azok nem viselkednek így ilyen szituációkban. Persze azért megértem, hogy az ő háttértörténetük is valamilyen szinten közrejátszik a viselkedésükbe, de azért az intelligencia felül szokott ezen kerekedni. Kamigami no itazura de kono kusarikitta gensei ni otosareta tsubasa no ureta angelu. Sonna minasan ga kudaranu zokusei no naka de geretsu na panpi domo ni wazurawa sare, sono kiyoki tsubasa o kegasu nado atte wa ikenai. Kono basu wa Noa no hakobune desu. Wareware wa koko kara aratanaru seichi o mezasu no desu. Különben a sorozat talán egyik nagyobb negatívuma, hogy ugye 30 karaktert, minimum 30, de 31 néhány karakter van ebben a sorozatban, ami irdatlan mennyiségű, tehát nagyon sok, és ugye ebből kifolyólag, meg hogy 12 részes összvissza az anime, ebből kifolyólag nem igazán ismerjük meg mindegyik karaktert, nem igazán találkozunk mindegyikkel, persze ugye magába a közös döntésekben ott vannak, meg ugye azért, hogy ennyire különböznek a... hogy ott maradjanak, vagy ne maradjanak ott részeknél, azért ez kiütközik, hogy ki hogy gondolkozik, és hogy ők ott vannak, akiket eddig ugye nem is láttunk. Viszont azért el kell mondani, hogy talán ez is a pozitívuma az animének, mert nekem nagyon tetszett, hogyha belegondolok, hogy több mint 30 karakter, tök egyedi karakter, tehát tényleg minden karakter nagyon különleges és egyedi, és nagyon egyedi történettel, háttértörténettel és problémával rendelkezik, szóval ezt kitalálni azért az nem semmi. Ebből kifolyólag egyébként nem is nagyon húznám az időt azzal, hogy minden karaktert egyesével bemutatkozom, úgyhogy mutatkozzanak be ők! ピンクゴッテスです。あ、言いにくかったら山内でいいですよ。親の介護が終わってちょっと抜け殻になってしまって。気軽に楽しく行きたいですね。マサキです。よろしくお願いします。ラブポンです。その自分のアイデンティティを守るため参加しました。 Tehát ahogy ti is láthattátok, nagyon sokszínű és sokrétű a társaság, tényleg itt minden megtalálható, tehát a rappertől kezdve a duci srácon át, a szerelmes párig, tényleg minden megvan itt, mindent megtaláltok, viszont ez ugye elég megoszlóvá is teszi a társaságot, ugye ahogy már mondtam, a nagyobb horderejű döntéseknél ez a személyiség különbség úgymond eléggé kiütközik, mert mindenki mást akar, mindenki mást mond, főleg például ugye, ahogy említettem már, ugye, hogy ott maradjanak a faluban, ne maradjanak ott a faluban, tehát itt azért kijön az, hogy ők milyenek is. A falu neve egyébként Nanaki, és lényegében az újjászületésüket várják ettől a helytől pontosan, mert ez egy igen elveszett és misztikus falu, ahonnan egyébként úgy tartják, hogy senki nem jön vissza, meg konkrétan a térképek, a GPS semmi nem találja meg, és úgy vélik, hogy aki oda megy, az azért tűnt el, mert hogy ő újjászületett, és ott telepedett le, és ott él mostantól boldogan. この村の付近では今でも多くの行方不明者が出て、現代の神隠しなどと呼ばれていますが、しかし彼らは消えてはいなかった。現代のルールに縛られないまま全く新しいコミュニティを作って暮らしているというのです。それこそ七木村。都市伝説界ではそれなりに知られた場所でありながら、警察ですらたどり着くことができなかったその村を、我々SSDはある人物の助けを借りて発見いたしました。 Ha belegondoltok, különben ismerős lehet ez a újjászületéses dolog, és hogy keressük a nirvánát, ugye a legcsodálatosabb helyet, ahol boldogok lehetünk, meg hogy zárjunk ki ugye minden dolgot, ami rossz és negatívan hat ránk. Tehát ez valamilyen szinten én szerintem utalás a buddhizmusra, Japán egyik legelterjedtebb vallására, aminek a tanításaiban főleg azt hangsúlyozzák, ugye, hogy szabaduljunk meg a szenvedéstől, érj el egy nirvánai állapotot, és szabadulj fel, hogy boldogan élhess. És ebben az animében is valami ilyesmi tanítás fedezhető fel, mivel ugye van benne tanítás, tehát hogyha jobban megfigyeled, ez úgymond egy tanító célzattal, tehát hogy szabadulj meg a benned rejlő sötétségtől és a szenvedéstől, vagy akár az olyan dolgok, olyan negatív dolgoktól, amik akár kiskorod óta elkísérnek. Tehát lényegében ez a szabadulj fel, legyél szabad, és akkor újjászülethet.
És ugye magától Nanakitól, amit ugye majd láthatok ti is az animében, tehát szabadulj meg ettől a Nanakitól, és akkor érheted el a teljes szabadságot és boldogságot. Az utasok között egyébként, visszatérve erre a misztikus vonatkozásra, tehát sokan vannak, akik nem hagyják, hogy ez a dolog így felszabaduljon bennük, tehát nem érzik át az, hogy mi az, ami ebben a faluban a különleges úgymond, és mitől válik ott az ember boldoggá. Ebből kifolyólag nagyon sok érdekes és véres jelenet születik, mármint olyan értelemben, hogy azért kicsit elpattannak a húrok, amikor ugye látnak ugye ők szörnyeket, hallanak hangokat, történnek mindenféle misztikus dolgok, mindig valami izgalmas, és hát azért van, amikor már nagyon sok nekik így az impulzus, és akkor így hát eléggé torokra mennek, meg így megölnék egymást, meg belefolytanák a vízbe, meg bezárják, meg megkötözik, szóval vannak ilyen pszichológiai dolgok, amiket így nem tudnak kezelni néhány karakter. Különben tényleg folyamatosan történnek a megmagyarázhatatlan események, amiket egyébként fokoz még a drámai zene, meg tehát így maga az összhatás, a képi megjelenítés, minden nagyon összefügg és nagyon izgalmas, mindig történik valami új, hát ugye sokan is vannak, úgyhogy van mi történjen valakivel, mindig valaki eltűnik, valaki teljesen bekattan, szóval mindig van valami izgalmas. Érdemes különben végignézni az animét, mármint az ending után, ugyanis amíg forog pár filmkocka arról, hogy mi lesz a következő részben, vannak karakterek, mindegyik résznél más, aki beszél pár mondatot, egy ilyen kis monológot, hogy éppen ő az adott szituációban mit érez, vagy mit tapasztal, mit gondol, úgyhogy ezzel is sokkal közelebb lehet kerülni a karakterekhez, és jobban meg lehet őket ismerni. Összegezzük! Összességében nekem tetszett ez az anime, és nem is akartam róla nagyon sok mindent elárulni, úgyhogy próbáltam rövidre fogni a dolgot, mert érdemes tényleg adni neki egy esélyt és belenézni, bár ugye egyébként szerintem nem tartozik annyira kimondottan a legjobb animék köré, tehát közé, tehát láttunk már, meg születtek is sokkal jobbak, szebbek, érdekesebbek, de mindenképp azt mondhatom, hogy érdemes neki adni egy esélyt. Én egyébként nem csalódtam benne, tehát így utólag, hogy belegondolok, mekkora lelkesedéssel álltam ennek neki. Végülis nem csalódtam, mert nagyon élveztem és izgalmasnak találtam az animét és a részeket, tehát mindig van benne valami újabb, izgalmas, misztikus töltet, amivel feldobja, meg megnöveli az érdeklődéseteket, úgyhogy mindenképpen ajánlom a figyelmetekbe, főleg, hogyha szeretnétek valami újdonságot így az animék terén. Ennyi volt már az Animológia csatorna, köszönöm, hogy most is velem tartottatok és végignéztétek a videót, remélem tetszett. Ha igen, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot a videóra, illetve iratkozzatok fel az Animológia csatornájára. Valamint várom a kommenteiteket a komment szekcióba az animéről vagy bármi másról. Találkozunk jövő héten videó formájában, és aki jön a hétvégi mondókorra, azzal akár személyesen is. De addig is mindenképpen kövessétek az Animológia Facebook oldalát, mert most felpörögtek az események, és nagyon sok minden van és lesz, úgyhogy tartsatok velem ott is. Sziasztok! Majoiga! Soste, bokra wa kieta. It's like the anime.